Ezen a salakpályán épül fel egy új tornaterem a napkori Józsika Miklós általános iskolában. Ezen kívül a beruházás része egy fedett sportpálya, két mozgásfejlesztő szobával, öltözőkkel, vizes blokkal. Az intézmény igazgatója azt mondta, egy álom válik valóra. Ilyen boldog ember még soha nem volt a világon. Egyedül vagyok talán én, aki ebben a településen, ezen a településen olyan beruházáson vehetek részt, meg veszek majd részt, amely a gyerekeink javát, fejlődését szolgálja. Ez az EFUP 412-es pályázat, az EU-s pályázat és a miniszter által, a minisztérium által kiadott pénzösszeggel, ezzel támogatják a beruházásunkat. Az iskolai beruházás nem csak a gyermekek oktatási körülményeit változtatja meg. Spinhér Zsolt polgármester kiemelte, a fejlesztések az egész település életére hatással lehetnek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt ez a képzés nagyon jó infrastruktúrális körülmények között zajlódjon, hiszen egyre több gyerek születik a településen, és azt gondolom, hogy ez egy hatalmas itt tartó erő lehet, mert hogyha a gyerekek itt végzik el a 8 általánost, akkor a 8 osztályos iskolát, akkor sokkal nagyobb eséllyel telepednek le. Mert nagyon szeretjük azokat is, akik beköltöznek ide, de azt gondolom, hogy település igazi erejét mindig a megtartó erő mutatja meg, hogy hányan maradnak itt, illetve a gyerekek közül hányan építenek itt helyben napkoron, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fundamentum. A kivitelezési munkálatok már a napokban megkezdődnek, és a tervek szerint jövő október végére be is fejeződnek. A pályázat megvalósulása hosszú tervezési és együttműködési munkálatok eredménye. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy ma a munka elindul, hiszen már 2018-ban egy kisebb műszaki tartalommal rendelkező iskola felújításról adtunk hírt, de az idő, az árak mind azt tették számunkra kötelezővé, hogy muszáj valamit még ezzel csinálnunk, hiszen az akkor rendelkező bocsátott összeg nem volt elég, és hál' Istennek egy komoly emeléssel, egy komoly bővítéssel sikerült ezt az összeget elérnünk, és most már 1 milliárd forint feletti beruházásról beszélhetünk, és a polgármester elmondta, hogy igen, ez a napkor valaha volt ő általa ismert legnagyobb összegű beruházása. Én azt gondolom, hogy ez a napkor és a környék életének egy nagyon fontos eseménye a mai nap. A napkori iskolában felépülő tornateremben egyszerre akár 150 fiatal is sportolhat. A beruházás uniós támogatással 1 milliárd 52 millió forintból készül el.